volt egy megszakításunk, és újra nézzük a live-ot mindjárt. Aha. Csak az a problémája itt a játéknak. Pedig nagyon szépen néz az utas HD-ba. Kurva jó néz ki. Igen, na. Ott van FPS, ott van, csodálatos. Kell lenni jobb. Jó. Pillanat, csak ezzel most állítottam egy kis felbontást meg ilyenek, mert hogy full HD-ba menjen a játék. Ez 1200, nem full HD, de 1280-ba menjen. Mert egy nekem eléggé furcsa volt az, hogy nagyon kicsit a cucc, mert hogy eléggé csúnya volt a játék, úgyhogy full grafik elmegy. Mindjárt nézek ez, hogy mit írtál, csak ez bepakolászom a cuccost. Mindjárt, mert az égetés. És így is van a játékban, 59 fix FPS-em. Néha van egy kis FPS droppó minimális, ezeken nem igazán izgat. Az a jó különben, hogy az Intelben mindjárt mondom neked, hogy így, hogy megy a játék, plusz a stream is van, és az teljesítmény 55% CPU használat. 50-55 között mozog, és úgy, hogy 4 maggal megy. És az a jó, hogy nem tudom leterelni a CPU-kat. És így ha megkérlek, így megcsekkolod, hogy körülbelül milyen a felvétel ment, hogy most elkezdem így körbenézni, meg ilyenek, tudod, hogy minden faszán megy. Csak az a baj, hogy a streamelése egy probléma ma, hogy nagyon gyenge hozzá netem, szóval egy megabajtos nettel nagyon rossz streamelni. Már is streamelni, bocsánat. Stream. Nem a legjobb. De ha lenne egy kicsit jobb netem, csak az a baj, hogy a én lakom ott csak rádiós van, és ez a szopás. Már egy lakótelepen lakunk, ugye? Ez egy eléggé fosás, meg minden fasz. De amúgy tökéletes, szerintem ez így HD-ba nagyon szép képet hoz. Oké. De ez miért csak ennyit, nazi? Nem kell semmi. Nem. Megvan. Nem ez kell. Hol van? Itt van. Na. Most, hogy mindenki figyel engem. 49 kell még hozzá bőven. 49-hez. Hol a többi csomót? Egy csomót loptam. Nem. Hopp. Be. Majd tudok csinálni? Jó. Na, hogyan rédeljünk be házat? Úgy, hogy nem szenvedek vele egy óriát, két óriát, tehát szén ilyet csináljunk. Mindjárt meg is mutatjuk. Ez a szép streamen. Na. FPS-em 46. Kicsit leugrottunk, de nem baj. Keresek egy csöves házat. Majd ha ráérsz, imafett, majd a Steam
fényképeimet majd nézd meg. Hát a rászban, a játékban, hogy milyen fényképeket csináltunk a múltkor csapattal. Milyen volt a hacukánk. Jó, rendben. Majd nézd meg azért a Steamnek a képeimet, a Steam képeimet. Rázva. Fogod látni, hogy milyen izéket, milyen hacukába rohangáltunk. Alatt sírtam a rögéssel. Szopó állaszba mászkáltunk, nagyon kemény volt. Ja, nem is tudtam, hogy van ilyen. Na, majd akkor küldök majd oda. Na. Nem tudom, a játékban néha van ez az a FPS drop, de nem tudom, hogy mitől, érted? Szóval futok a játékban, megnézem az FPS-emet, van 50. És valamiért akkor is dob. Pinkos.tk, oké. Okay. Feltétlenül el fogom küldeni a képeket, amiket most csináltam. Nem régiben. Tegnap előtt. Szerintem akkor voltunk Raider is közben. Közben elkezdem csinálni a csontbozikat. Olyan egy 20 darab elég lesz. Hogyan rekteljünk meg házat? Úgy, hogy nem csinálunk C4-et. Csak ha mindenki így benne van a játékban, akkor figyelje és hogy hogyan. Ha persze van nézettség, ha nincsen, akkor lemaradnak a legjobb dologra. Ott már voltunk, oda nem megyünk. Oda megyünk, azt megnézzük. Ott a nyúk. Na, srácok, ha nézitek a streamet, akkor megmutatom nektek. De persze kezdőkön ez nem azt mondja, aki kezdőkön használja, az ficsán lesz rúgva, ha nézik a streamet. Kezdőkön nem szabad használni. Nem, ez külsőleg van kiépít, az nem jó. Nekem olyan ajtó kéne, ami. Itt nincs ajtó, ha akkor keresünk egy másik házat. Nem bejök addig egy pár ház itt. Ez leginkább kezdőknek mutatom. Na, közben nézem azt, hogy hogyan néz ki. Jó. Ez már 720-as, nem? De kicsit homályos lenne szerintem a játék, vagy nem tudom. Ja. Le kell töltenem már, jó. És hol tudom letölteni például itt, mert nem tudom, hogy működik a letöltés. A download itt van-e. Direkt download. Ja, értem. Aha, le is tölti. Na. Aki figyel, az figyel, aki nem, az nem. Ja, vannak nézők, akkor majd írtok Rász csetbe, hogy itt vagyok. Hoppá, egy eldrop, bassza meg. Hát beszarog, geci. Ez ma az én szerencsém. Pucsi rendszer mindig ér. Hát beszarog, találtam egy eldropot, úgyhogy csak felfedező túrán voltam. Imádom ezt a játékot. Hát sok minden nem volt benne. Értéktelen tárgyak. Valakinek ez a nagy érték. Na. Hát ha valaki megtalál esetleg is lak, ha lőni, az lőjön. Nagy veszteség nincs nálam. Itt a magas sem, hú, de nagy veszteség. De viszont, hogyha már élsz a kocsi, neked egy ilyet is hol akarsz lőni. Na, találtam egy házat, talán. Ezt már valaki. Nem ki vagy, mi vagy. Nem bejövök. Halló. Mi volt nálad? Hát, adj ide ezt. Felöltözök. Hát is van ilyen, felejtsd el, azt is felejtsd el, és kegyél már. Gatyát is ott, szintben rendes vagy. Szín.
kocka dobozok. Földön. Most mire gondolsz pontosan konkrét? Már nem olyan értem. Nem próbálkozom. Földön, mert jó, hogy ilyen izén, ilyen lent a földön ilyenek. Ez el lehet rejteni, ilyen kis csomagot el lehet rejteni a földbe, úgyhogy nem találja be senki, hogyha nem, véletlenül nem kattol rá. Nem vesz észre. Jó, hogy ezekről beszélsz, amit vannak lehet a földön? Fogod látni. Ezek az újításba jöttek ki, és ezek ilyen... Mi ez? Mindjárt mondom, hát ilyen fa, 50 fát ad, 50 ércet, 50 kenet, 50 követ. Ez az újításra jött be. Na, egyszer, aki látja a streamet, az írjon valamit a Rust chatbe. Látod? Nem jó, amiért nem tudom. Talán, kell keresni egy ajtót. Kéne keresni. Ott talán van is egy ajtó. Na, csak oda, hogy jutok föl? Aha. Sehogy, mert buszolásra kéne. Egyszer próbálkozom akkor is. Nincs körül. Na mindegy, a lényeg az, hogyha az ajtónak a zsönérja nem bent van, most nem kim van, hanem bent, akkor elkezded ütni az ajtót, akkor el kell szépen menni lefelé a hátéja. Hátéja, jó, elmondtam, HP-ja, igen. És ezzel be lehet régyenni a szép házat akár. Ez egy rárúta mindent. De viszont, ha az kezdőkön használjátok, kurva nagy picsárúgás lesz, az biztos. Ezt most megmondom előre, az ott mindig lesz a kerektelve. Ha kezdőket csináljátok, mert akkor én fogok utánatok menni, és én fogok neki megrektelni egyesével. Szóval azt nem ajánlom, hogy kezdőket basztossátok. Aki ezt esetleg nem tudta, az most már tudja, hogy hogyan lehet betörni a házadba, könnyedén CNI nélkül. Igaz, hogy egy negyed óra az ütögetéstök a ideje körülbelül, de be lehet menni akkor is. Csak türelem kell hozzá, türelem játék. Más nem. Mi a fasz? Lassító diszom, vagy Matrix? Kicsi. Meggyorsítjuk. Hoppá, meghaltam, így akartam. Így sikerült. Most, hogy itt vagyok, ez megnézem, mennyien vagyunk fent. 14-en vagyunk fent. Hát az hihetetlen. Még így éjszakai órában is. 2 óra 22. És így is vagyunk elegen. Hát a Dimafett, ez jó az a szerve, mindig vannak fent az meg. Nem tudnak aludni, nézd meg. A Steam mindig megy, mert nem nézem közben OBS-t. De zölden világít a bitrét. Vagy a bitráta, pontosan mondva. Igen, én sem gondoltam volna, hogy ilyen hirtelen ilyen nagy lesz. Főleg, hogy hétvégén nem lehet fölcsatlakozni, egy órán keresztül kell próbálkozni azért, szenvedned kell, harcolnod kell, hogy a bizonyos helyére fel tudja jönni. De reméljük, már nem sok kell a szerverhez. Körülbelül mennyi kéne a szerverhez, mert hogy mennyi kell még a szebbe.
Az nem olyan sok, ezt össze lehet gyűjteni. Na majd valahogy alkotunk valamit jövő hónapban. Steam chatre írt valaki, mindjárt nézzük már, közben nem nézem a Steam chatet. Hogy tudok visszaírni, vagy nem vagyok jártas ebben. Mondj valamit. Na. Visszaéltem neki. Ja, bocsi. Ne arra úgy, hát igen. Még csak teszt, szóval még csak most kezdtem el az egész közvetítés, még nagyon új vagyok ebbe a körébe. OBS-en keresztül csinálom, mert hogy annak adtak tanácsot, hogyan kell beállítani, meg ilyenek, és akkor úgy csinálom hozzá dolgokat. De még nem nagyon gondolkodtam az, hogy hosszú távon, de szeretnék hosszú távon, csak hát ez attól függ, hogy mennyire lesz igényes a gépre, meg ilyenek. De mondjuk elég szépen fut a reszt és hullon. És nincs benne akadás, úgyhogy HD-s képfelbontásban megy a videó. Remélem jó lesz továbbra is. Hát... egy próbát megér, azt mondom most. Sokat nem veszítek vele. Szerintem legalábbis, hogyha megpróbálom ezt a közvetítést. Hát csak így munka mellett egy kis ilyen poénkodás végül is. Semmi több. Hogy az ember kicsit dolgozik, utána kicsit kiadja a feszültséget itt a játékba. De gondolom te már régóta nyomod a videózást, hogy így közbeszóltál csetre. Most nem válaszol. Ja, te nem is videózol, vagy csak így véletlen találtad ezt a videót, vagy valamit? Hát a közvetítés véletlen találtad meg? Gondolom igen, az egyértelmű véletlen. Jó, a más te van. Hát hogy figyelj, attól függ, hogy milyen géped van, igazából ez nem csak internettől függ, mert sokan szok egy internettől függ, de lószart, mert a géptől is függ, hogy a processzor mennyit terhelését bír el, mert ez kell egy kis terhelés is. De inkább egy i5-4590-es van, szóval az bőven elbírja, úgyhogy a játék is megy, közben a stream is megy, úgyhogy körülbelül 50% kihasználtsága van a CPU-nak, és még nyugodtan használtak még egy játékot is, hogy akarok. Szóval lószar az egész. Hát köszönöm szépen. De még egyelőre nem tudom, még van webcamó is, hogy be kéne üzemelnem, de egyelőre még nem akarok. Majd csak egy ilyen test feeling. Majd, hogyha lesz rá elég erőm, mert igazából az a baj, hogy dolgozok és úgy dolgozok, hogy nem mindig tudok közvetíteni, és éjfél után érek haza, éjfél után még nem sok mindenki van fönt. Jaj, mom, fogd be a szádat, azért tél föl, igen, ugassál, azért. Igen, látom, hogy megjött, mom.
Na miért ne, hogy kis meg kell jönnie? És közbe kell szólnia, mert miért ne? Csak közben nem tudom, közben nézik a csetet is, meg mindent, hogy közben tudjak játszani is. A vidőbe kell állnom. És így eléggé necces, főleg, hogy kim vagyok a placon. Vagy most találtam airdropot, most találtam nem olyan rég. Egy elveszettet. És ráadásul egy rakétavetőt is találtam. Most rakétavetőben rakétát a rakétavetőz. Szóval azt mindenféleképpen ki akarom megpróbálni. Inima. Na, kezdjük el betölni a százat. Ez a ház nekem. Én oda törtünk be. Aha. És ez egy másik ház. Na itt vannak egy pára. Na, srácok, aki rásztozik, annak egy kis tutoriál, hogy hogyan tudunk betörni, aki nem tudja a házba úgy, hogy nem kell kraftolni 20 nem tudom hány millió órát, csak ahhoz, hogy be tudj törni egy rohadt ajtót. Na, az első, amit kérnék, hogy kezdőkön is ne használjuk, másodjára. Elég egy csont, ilyen, mi ez, csontbunkos bot, nem kell sok, körülbelül, mindjárt mondom, 54, ha jól emlékszem, hogy 58. Ha az ajtót lerakják úgy, hogy ha így van, hogy kilincs, hogy kifelé nyílik, és ha zsanérben van, és nem kint, akkor az ajtót be lehet ütni. Két ütésre megy le egy HP. Van mikor egy ütés. Ez körülbelül 4 órát vesz igénybe, hogy be tud törni az ajtót, de megéri, hogyha a loot van benne, ha szerencséd van. Ha nem, akkor elbasztál 4 órát az életedből. Körülbelül. Még mindig jobban 4 óra, mint a... Most mondom az, hogy két napig farmolsz egy rohadt C4-re. De a C4 nem jó. A rakéta sokkal jobb. Mert a rakétavetőre több, mi az, több kárt tud okozni a rakéta, mint egy rohadt C4. A C4 csak egy ajtót robban be, a rakéta viszont többet. Térsebzése van ugyebár, de a C4 nem tudom, mi nincsen térsebzése, na mindegy. Gyere, gyere mom, üssön! Gyere, segítsekem ütni! De még egyszer megismételném, aki kezdőkön faházaknál csinálja ezt, hogy fajtó, szétütő, bármi ilyesmit, és nincs rá semmi cucc, és azt rekteli be, azt megkeresem, én is a csapat, és be fogjuk rektelni. Ez egy figyelmeztetés azoknak, akik most kezdik a játékot, ne tegyük tönkre más játéket. Ez, tudom, hogy a rász arra szól, hogy verjünk be mindenkit, meg uralkodjunk, de ennek van egy bizonyos határa, hogy azért a kezdőket nem kéne. Mert abban nincs semmi poén. Akkor jó, hogyha olyan loot van, mint például most nálam is van egy kicsi loot, a rakéta az már értékes, meg a 30 magas minőségű. Az már úgy érték. Közben nézem, hogy ki mit ír. Jó, van senki semmit. Hát igen, az a poénos ebben, hogy üsd az ajtót, még lehet ócsó játék hülye gyerekeknek. De hát nem gond, el vagyok vele egy darabig, aztán majd megunom. Ja, és a másik, hogy mindig legyen álltok csontszínenk, az a biztos. Az mindig legyen álltok. Jaj. Ja, és a Dream csapat és a klub csapatnak üzenem, hogyha látják ezt a videót, hogy ha még egyszer megfenyegettek bármilyen oknál fogva, a második házat is be fogom rektelni. Elsőleg én rekteltem be, meg az egyik csapattársam, de legközelebb még egyszer be fogom rektelni. De akkor már nem csontbunkos botta, hanem rakétával vagy C4-el. Amivel éppen tudom. Ezt üzenem mindegy olyan emberek, aki azt hiszi, hogy nagyon nagy arcú a szerveren, és nem tudja elfogadni azt, hogyha veszít.
nem szeretem a sinánkozó embereket. Hát ha nincsen vele probléma, vagy sírna, persze. Elég sok munkájába kárba veszed, de az játék erről szól. Én nem ölök kezdőket, nem rektele be kezdőket, nem lootogatok. Pontosan azért nem lootolom, mert mindenkinek meg kell adni azt az esélyt, hogy felfelődjön arra a szintre, amin én meg a többiek vagyunk. És majd utána kell arcoskodni, amikor olyan szinten van, amikor én. Amint én. És utána lehet arcoskodni a másikkal, amikor olyan fegyverrel lő, amivel én lövök. Hát a szerintem nem játék, nem is lehet élvezni azt, amikor te G-fegyverre odamész, az meg oda két darab éjjel, és akkor lövöld az jobbra balra, meg két lövésre leszed, az meg olyan tiszta uncsa. Lehet unalmas uncsa az egész. Én szerintem úgy az igazi élmény, hogyha igazán fegyverekkel egymással lehet lövöldözni. Ha nem is mások olyakkal. Közben nézem, mit írnak. Kap be, halad Ádám, kap be, haladnál. Hát az, hogy attól függ, hogy az i7-ből is melyik típusú, az i7-ből is vannak regenerációs új generációk is. Források vannak, de én nem nagyon bízok a forrásokban, mert úgy mondom, nekem is lenne forrásom, de nem bízok. Inkább gyári garancia. Az a biztos. Az mindig biztos. Olyan biztos, mint a halál. Van róla papírod, pecsétel, minden el lehet van. Hallod, esküszöm, ha mom, te írtad ezt, egyszer élőben megtalálok, megkereslek, meggyújtalak. Rohadna rád a bőr. Majd mész műholdnak, várjál csak. Na, miközben fogyóeszközök vannak. Kraftolom még egy párra. Egy 20 biztos elég lesz majd. Körülbelül mondom, nem tudom, 4 óra 20 percet vesz igénybe. Mondjuk én közben nézem a csetet is, hogy mit írnak itt a jó legények, jó arcúak, jó vágású Don Quixote-k. A Don Juanok. Kell nézni azt is. Na, meg így is 55 FPS-en van. Hol van? Látom, hogy visszatérkezünk. Ennek örülök. Közben írtak, nekem egy. Meghalt a stream. Nem is halt meg a stream, miről beszélsz te? Mert továbbra is, ne hazudozzál már. Nálam működik minden. Le is frissítem. Nézem az OBS-t is, tökéletes. Szerintem neked van probléma. Igen, szokott lenni olyan a YouTube-nél, hogy ha a YouTube-on közvetítek, és utána meghal a stream, akkor nem meghalt, hanem újra kell frissíteni az oldalt, amit nézel, mert néha-néha bugos. Ez például ebben itt, nem tudom, aki ismeri ezt az embert. Ő is segített nekem beállítani a streamet, még akkor régen. Ővel is beszélgettem. Ő is egy nagyon streamelős ember. Mindenféle játékos streamel. És ő is mondta, hogy ha beáll a stream, nem behalt, hanem a YouTube hal be néha, mert túl sok rajta a terhelés, túl sokan vannak fent rajta, és ilyenkor sajnos a YouTube nem bírja. És ha többször hal be, akkor ilyenkor szokott előfordulni az, hogy a videót elsőnek fölveszik, utána összevegyek és kirakják, föltöltik. Na nézzük közben, hogy... Nem, csákányosan sem gyorsabb, csak... Sufni kalapáccsal és bunkos botta.
De gondol az, nem tudom, csákányot nem üzem próbáltam, de... Hát nem gyorsabb. Sőt, mi több, jobban széttörje a csákányt. Igen, csak kalapács és bunkos bottal. Azt javaslom. De igazából, ha van buzogányod, az lesz jó, mert buzogányod rohasokat tesz lehetek, hogy gyorsan is, vagy sokat is levesz. Ha gyorsabban, nem gyorsabb, de többet levesz. De úgy tudom, hamarabb törik. Szóval jó, hogyha tudsz buzogányt csinálni például. De az is jó, hogyha tudsz ilyet például. Mindjárt mutatom. Mondjuk ilyet. És hozzá a kelléket persze. Ezt a kis kelléket, vagy ezt a kis kelléket. Ez is egy nagyon jó kellék, csak az a baj, hogy hogyha fából van, vagy kőből van, akkor sebzik, de hogyha úton fényből, akkor nem. Ha lesz szerencsém, majd a tévé is összefogom, itt a tévé, csak ha össze tudom úgy kötni a dolgokat, akkor majd fogok csinálni, hogy itt lássam a csetet, ott meg a játékot. Hát így elég rossz, hogy közben altabozom kell, és nézem a csetet, hogy ki mit ír. Ádám, Ádám, komolyan mondom. Te mi nem vagy teljesen, elmész bazd meg cségózni, de nem, hogy velem jöttél volna. Inkább tanulnál meg lőni az embertével, vele, mert nem tudsz meg lőni. Megy már az AVP-zés? Elég csúnya előtté. Nem baj, majd tanulsz a mestertől. Na, lassan a felénél járunk. Most nem nézem meg a chatet egy 5 percig, vagy legalább ezzel is haladjak valamennyit. Már leszapom magam, szó szerint már bocsánat, mire ezzel végzek. Egy ilyen bunkos bot levesz 15 HP-t. A sufni kalapács az hosszan bíró. Az egyesével veszi le folytább a HP-t, ahogy ütöd. Abból elég 25. Csak az a baj, hogy a sufni lassan üt. De... Szerintem ez a mindig gyorsabb. Csak annyit több kell belőle. Nem a, nem bannolunk. Ana. Jön az airdrop. Milyen jó lehet nézni ezt a videót? Egy hülye gyerek éppen veri az ajtót. De rossz zics is. Na várj, ahogy nem néztem meg. Jó. Már volt ilyen eset, hogy... Most mindenki rögni fog szerintem. Lehet, hogy nem. Valaki csak hülyén fog nézni. Volt egy olyan eset, hogy egyik cimborámmal nevét nem mondom. Pont próbáltuk betörni az ajtót, be is törtük. Csak kiderült, hogy már valaki előttünk berédelte, és nem néztük a háznak a oldalát, hogy be volt robbantva. És hát igen, potyára szenvedtünk.
Na már nem kell sok. Tizenegy darab. Egy ne. FPS droppok vannak, lehet 56 FPS. Srácok, amúgy nektek is szokott olyan lenni a játékban, hogy fú, grafon megy, minden tök faszán, aztán egyszer csak FPS drop. Már csak egy héten leesik, leúgy köszönöm vissza. Már én nem tudom, nekem egyfolytában van ilyen, de nem tudok rájönni a hibájára. Most vagy az, hogy a játék alfa. Ez szerintem lehetséges. Mert nekem ilyen még nem volt, de most egyfolytában van. Jó, az új patch-ek kijöttek. Most sem már megvan. Erre csak vissza papához. Ide, azaz. Ez annyi a csetet, hogy... Látom, mom, te mindig vicces kedvedben vagy. Humor Herold. Mit tettél, tréfa répát? Amúgy írj rá cigottan ide is amúgy mom szerverbe. Majd masszom beszélek itt hozzád. Amúgy igen, ez egy csúnya dolog tőlem, nem is mondtam, hogy úgy raidelek, hogy offline. Ez egy rohadt csúnya dolog, de én ezt most megteszem. De csak azért, mert ez a szomszédot nem nagyon szeretem. És ha is miért csak ilyenkor tudom megtenni, mert nem vagyok fönt. Ezért most teszem meg. Na, már több mint a 3-7 HP-ja lenn van a ajtónak. De nem bajítjuk tovább, nem adjuk fel a küzdelmet. Anyád a tézgést. Köcsög. Kecsög. Hopp, volt egy kis szerverlag, de se gáz. Amúgy tényleg a mom és Imafett. A múltkor emlékeztek, jött egy üzenet mindenkinek egy híró nevű embertől. Hogy most le lesz lőve a szerver, stb. Stb. És az új IP, stb. Stb. Arra nem emlékeztek arra a szarra. Az mi lehetett?
játék hangra. Rakjak. Persze. Rakok én nektek fúra. Csak közben nézem a csetet, hogy van. Jóba, de legyen cúgyom, nem mondja vagy az ajtó. Ha ráadok a játékra, lehet, hogy nem fogok hallani. Én nem állítottam, de a mikrofon érzékenységet hoztam, mert nem tudok ültetni is a szobába. Így van, megérte 15 percet szenvednem azért, hogy egy rohadt ilyen és semmibe betörjek. Igen, vannak ilyen esetlenes, hogy történik ilyen balesetek, de semmiről csak így betörsz. Hát, ez elég fordul. Kicsit akkor leveszem a játék hangerejét egy 37%-ra. Talán akkor lehet engem esetleg így érteni. Nézzük. De ha annyira nem lehet érteni engem, akkor mindjárt állítok rajta egy-két dolgot. Hát az a baj, hogyha a fejebe állítom ezt, akkor kurvangos lesz. És mi van, hogy azt letiltom? Halló, halló, halló. Így lehet hallani? Amúgy. Így jó. Fruklósz vagy Frukkolsz. Bocs, kicsit nekem még nehézkes ilyen neve kiejtése. De mondjuk én is hülye vagyok, mert ha fölveszem a live-et, akkor én is hallom. Így jó. Na, így jó. Fruklósz vagy Frukkolsz. Köszönöm szépen, közben, ha nézed a streamemet. Igazából csak egy ilyen tesztek akar minősíteni, hogy lássam, hogy tényleg jók a beállítások. Na, így lehet betörni egy ajtót. Amúgy te is rászlazol, vagy csak néző vagy. Betörtem, srácok, de nem volt benne semmi, csak egy sima, egyszerű kilátó volt az egész. Akik visszajöttek, annak mondtam. Vagy jót röhögjen rajtam a mom is, meg Imafet is. Persze, hogy mond följön ilyenkor. Legyünk fasz a gyerekek, aztán följövünk. Nem mutatja a hatalmát. Majd pöcsön lövöm. Milyen géped van hozzá, hogy így ennyire lagzik a játék neked?
futottam egy kört nagyszerű. Közben, hogyha itt vagyok, nézzünk egy frissítést. 13-an vannak még. Most, hogy itt megérkeztem. De az a. Megnézem ezt a szalat, és jól kisült minden. Tökéletes. Na. Rakjunk be pár ilyet is. Ezt is berakjuk, miért ne. Nem. Össze-vissza van minden, az annyira imádom. Mert kb. 628-szor rendet raktam. Jó. Közben betöltjük a cuccos. Jó, de Intel Pentium belül melyik? Mert Intel Pentium melyik? Nem csak gondoltam, nem a régi, de hát Intel Pentium az a régi fajta. Hát az dual core-os, azt vágom. Milyen videókártyád van? Az még a régi DDR2-es, nem? Ez már 3-as? Jó van, gondolom Barnabás lesz az imafec. Ezt már így előre megtudtam. Kikövetkeztettem. De miért ne? Jó van, gondolom Barnabás lesz az imafec. Ezt már így előre megtudtam. Kikövetkeztettem. Ja, igen, a régi DDR2-es nem, mert az nem nagyon szereti a játékot. Hát figyelj, frukkolsz, én azt mondom neked, hogy egy AMD-be, hogyha olcsón akarsz összerakni, akkor egy FX 4300-as szerintem bőven elég, de mindjárt mondom neked, jó? Hogy körülbelül mennyibe jönnék ki. Még ugye M3-os alaplap azok a legújabbak. De most ha úgy veszik, hogy ha úgy van, akkor egy mondjuk elég egy 14 000-é egyszer. 14 000. Egy Asus M578-el. Nézzük Socketnek. A Socketnek az AMD FX 4300-ot javaslom. 20600, hogyha lesz beszere pénzed. 20600-é. Mert én fiatal, azt mondom, hogy vedd meg az FX 6000-be, azt a 6 magosat vagy a másikat, ne debálkozzál baszki, mert fejbelőlek mom. De dobálkozzál már, nem szeretem ilyen komikot szórok az oházadat. Azt hiszed, hogy vagány gyerek vagy. Igen, azt hiszed, nagyon kemény gyerek vagy. Na. Az AMD FX 4300 csak 4 magos, de még mindig jobb, mint a 6300-650. Azért jobb, mert nem tud többet, nagyon minimálisan tud csak többet, de most úgy veszik, nem éri meg megvenni a drágábbat. Feleséges. Mom, légy színe, üzd az ajtót, meg az ét falat, mert tudod jól te is, hogy ez nem jó játék. Visszatérve, igen, az mondjuk az FX 6003 az is 6 magos, meg a 6350 is 6 magos, de a 4003 csak 4 magos, de akkor is mondom, a 4 magos mindig többet ér, mert nem tud többet, mint a 6 magos. És annyi, hogy 6 mag, ennyi. Körülbelül lófasztjóska.
Az 21.600, azt javaslom. Mellé egy DDR3-asnak, hát a RAM-nak kurvára lemegyek, a gyerekek az ára nagyon lement a RAM-nak. Én mikor vettem a 8 GB-ot, RAM-ot, egy HyperX-es Furit, az volt 10, nem, de 19.990, 20-as vettem. És most vehettek 1866 MHz-eset, nem is a 3366 MHz-es, ha félre mondtam, 12.000 forint, basszátok meg, 12.000. A 2400 Hz-es meg 15.000. Szóval így veszik, a 12.000 is bőven elég a 1866 is. Szóval körülbelül így vagy így 50.000-be, 55-be durván, ha úgy számoljuk. Ehhez kell egy VGA. Én azt mondom neked, egy R8 360, simán jó. 32.000, az már pöpecen elviszeked mindent. Kell hozzá egy tár. A levegő az léci, tápegység. Tápegységnek egy Cooler Master, az is tökéletes. Nekem egy Hype van benne, az 20 évettem, de az most nem látom itt fent áron. Na, egy Cooler Master 600-asat javaslok. Az még is bírja, hogy ilyen mennyi, 15.000 forinté. Tehát egy lófasz ára vannak, és ehhez még kéne neked egy HDD. Jó vannak. 1 terabájtos van 13-15 ezer, azt 1 terás vinyó. Csak nem találom a terás vinyókat. Itt van. SATA. Mi az kell nekünk? Ja, 14 ezeré vannak. Szóval körülbelül kijössz cakkum-pakkum. Körülbelül így cakkum-pakkum kijössz vagy 80-90 ezer forintból, csak abból, hogyha egy AMD-t veszel, és az is tökéletesen elfut. Hát így az így, azért mondom, az AMD-ben az arra, hogy nagyon gyorsan melegszik. És a DDR4-es mom, ha tetszik, hanem egy rohadt szart nem ér, mert körülbelül rohadtul. Nem, nincs kurva nagy különbség a kettő közt. Ha van pénzed, vedd meg. Ennyi. És mom, légy szíves, ne lövöldözz, ne üsd a falat, fejezd be a hülyeséget, meg kimegyek, szedd le a game módot, lemegyek, itt a rakétavető, a vállam, amit látható az inventoryba, és picsálőlek. Oké. De persze, megint repülsz, és megint elbújsz úgy felrepülve, miért ne? Nehogy az a rohadt pofádat megmutass, hogy merre vagy. Nehogy lássam. Múltkor is, mikor párba jöttünk, beszélek hozzá, úgy jössz le, miközben beszélek. Hát az eléggé csúnya volt tőled. De várj, megkereslek. De nem lők, mert most csak tanzom van nálam. Hát, az nem volt közel. Nézd, egyre messzebbről. Menj be! Ne szórakozz. Lol, ott voltál mellettem, és nekem nem mutatta a játék. Az hogy lehet? Kicsit menjünk csak vissza ide. Ide, így ide. Valahol. Még mi mutatja, hogy itt vagy, Gecsi? Vagy én hiszem, férne? Streamet. Lehet, hogy benézem a tervezet. Hát igen, az 366, az...
Tudom, hogy éppen nyílt terepen vagyok. Nem akarok meghalni egy cucca. Mert csak az anya, hogy 1300 az nincs is már. Azt már szerintem kivontak már a forgalomból. A 1366-ot csak használtam tudsz venni, vagy olyan boltban, ami még értékesítik. Ezért az, hogyha ilyet veszel, akkor az már kevesebb alkatrészt kapsz. Melyik ez? Az LG, az olyan régi. Az LG is. Szevasz, mom. Nem látom, miközben tárcára le van téve a játék. Féli, meddig tárcám. Úgy csinálsz, mint egy hülye. Komolyan mondom. Hát nem az, hogy 30 000, de nem írja meg. Szóval, hogy mondjam, az LG, az 1360-as rohadtul nem éri már meg. Most ha azt mondom, hogy beszél egy mostani i5-öt, nem kell szóval a legfullosabbat, de egy most... mindjárt mondom, melyiket? Igen, melyik is van? Igen, igen, 1150-es van. Na, 1150-esből beszél, az már mindig jobb. Mert az a legújabb fajta, az van a új procik. Igaz, hogy kurva drágák hozzá a procik, de... De még mindig jobb. 6 szó erősebb. Nem. Hát, 51-et. Mondjuk az 51 sem rossz széria. Nem, az 51 az új. Az új széria, nem az 51. Ja, az új széria, az 51 állja. De igen. Az újabbi széria. Így van. Na, hát lószart nem ér. Hát úgy mondom, hogy azért... Most ezt megvenni, az most mi? Lótúró. Szerintem tudod mire kihasználni, az inkább ilyen grafikus ilyen szarságokra való. De úgy nem éri meg megvenni, és az, hogy ezt a játékra használ. Főleg, hogy nem tudod mire kihasználni. Mikor úgy veszik, nem tud sok mindent. Mint az enyém például az i5-4590. Mert csak L2-kesse van. Ez nem is az új széria, várjál már. Ez is a régebbi széria, ha úgy tudom. 50-es az egy kicsit régebbi generáció. Az 50-esek az új generáció, azok újabbak. Az 50-esebbek. Mindjárt nézem. Nem. Az 50-es az új generáció, igazad van. Nem mondtam semmit. És ennek is L2-ese van. Jó, nem szóltam. Ez akkor többet tud az enyém van i5-4-5-9-en, mint az, amit mutatta. Én itt többet tud. Jó, oké, azon nem szóltam, félrenéztem, elnézést. Azért mondom, hogy igazad van, teljes mértékben igazad van abban, hogy az 51 ez tényleg egy új széria. Hát ez a 50-t újabb széria. Mikor legutóbb néztem hozzá, akkor nem volt ennyi minden hozzá. De ez nem a DDR4-es, és barátai. De, az a legújabb széria, jó mondtam. Most jól gondoltam, hogy DDR4-es széria. Az 50-es újabb, de... Rószart nem ér. Legelső, akkor bementem a sráchoz, neki nem tudom milyen papírja van, hogy ilyen gépes kurvanya. És ő mondta nekem, hogy körülbelül, hogyha van rá pénzem, vegyem meg. Annyit ér. De körülbelül rószart nem ér. Ugyanazt tudja, mint a DDR3. Szóval körülbelül jobbat nem tud. Legalábbis még egy előre, azt mondta.
Hát jó, most ezért mondom, hogy ezt most megveszed, akkor megveszed arra a pénzed, de úgy alapból most játékra felesleges, mert nem tudod, az íjat akkor is jobb. Az íjatot konkrétan elméletben azért tervezték, hogy csak játékra. Az íjat az inkább irodai dolgokra van, majd ilyen videószövágásokra van tervezve az íjat. Stúdiós dolgokra, elméletben. Na, van zsíros kenyér, hogy érdekel. Te mom, ne hisz a unatkozó, de hogyha megégetsz, úgy picsárulok, hogy arra kódolsz. Nekem csak ropin van. Nem tudom, szarab, nem hogy félreértsé, mert van ihédbésű játékra konfigolt dolgok, de akkor is inkább az i5-re szavaznak többen, mint az i7-re. Hogy én csak amikor olvastam utána, amikor olvastam utána, elvileg azt mondták, hogy az i5 játékra tervezett, az i7 pedig meg másra. Szóval az i7 inkább ilyen irodai dolgokra. Hát igen, látszom vagyok szóval. Mi hűt, itt van bent, bemen az izébe. Van egy ilyen hűtő kis izém, amit nyertem. Ott van bent. Mom, a Steam-en lehetett látni téged, hogy hopp, elkullogtál. Mi vicces. Nem tartja a legendebb, baszom az izé. Mikróba az jó lesz. Igazából nem tudom, én mikor mondom, én csak utána olvastam, én nem vagyok az, nem vagyok benne biztos, csak utána kutakodtam. És sokan azt mondják, hogy a íjért inkább ilyen izikre van tervezve, irodai dolgokra, mint hogy játékokra. Ezért mondom, hogy nem mondok biztos semmit. Azért van olyan i7 processzor, ami be van konfigurálva biztos játékra. Hát ilyen. Nekem az i5 a nyerő gyerekek. Az i5 tökéletesen jó. Figyelj, azt mondom neked, hogy én i5 amikor elkezdtem a restot full grafikán játszani. Igazából a grafika nem is annyira, de inkább a processz volt a lényeg, hogy elkezdtem a játékot ugye húzatni, mert minden, hogy mennyire pörög. Az összes kihasználtságom volt 30%. Most, hogy streamelek, és imádat így játszok, van 50, hát ilyen 50-55% kihasználtságom. És még mindig nem használtam ki a 4 magot teljesbe. De szerintem egy ilyettel meg lehet elégedni. Nem így van, imafett. Egy ilyet szerintem tökéletes. Azért mondom. A fia, a magok száma, hogy mondjam. Jó, igen, a magok száma számít. De azt is nézsz, hogy hány cache memóriás. Szóval az is lényeg, hogy mennyi cache memória van benne. Azt hol tudod megnézni? Hát most már egy kicsit, mindjárt mutatok neked egy olyan dolgot, hogy... 5... 4... 90... Például ez van nekem most. Tessék, ez még tökéletes nekem még izére is. Mindjárt mondom. Ez nekem egy tökéletes... Mindjárt mondom, hogy ez streamerés, ez a streameréshez támogatja azt is.
Rámész, ott a termékleírás, látsz mindent. Tökéletesen le van írva minden. Momos azt mondja, hogy körülbelül felesleges újítani, mert nincs értelme, nem látja az ember értelmét, mert hogy írtam, nem bármit tudsz kezdeni. Egy ilyen van nekem. És ilyen szépségem van. Egy ilyen szépségem van mellette. Ez a szépségem van, ebben a szépségben van beleépítve a processzorom. Nem beleépítve, nem belerakva, bocsánat. Na, mom már. Nyomadom. Én ma feltöltöz a alaplaphoz. Dédi, Jani, hát figyelj, ha van rá pénzed, add meg. 120 végül sem olyan sok. Tökéletes, nem? Felesleges megvenni ezt. Ezért mondom, hogy a... Hogyha nem hallgatsz, akkor ebbe a foglalatba keresem egy ilyetet. Hát igen, 120 ezer környéke. Amúgy cool course. Hány éves vagy?
Igen, meg kíváncsi vagyok. Úristenem. Utána az ilyen nyámbogó embereket. Ugrálás közben is lehet lőni, de ez ugrálós, okés. GGVP. Nem áros, nem. Nagyon köcsögök vagytok ilyenkor. Kicsit szócsatába kerülök fel, ez kész, ennyi. Egyből lekikkelitek az ilyen embereket, az annyira nem szeretem. Kinek az oldalán állok? Én senki oldalán nem állok, én csak nem szeretem, hogyha egyszerűen így szórakozok az emberekkel. Megint kezdődik az, hogyha valaki veszít, akkor már egyből csalnak meg, hogy ugrásból lő meg ilyenek. Úgy, mint Puffy is, hogy már be van rektelve, akkor már egyből csal. Már be lett rektelve. Úristen.
Dream Team és Klub 27. Látjátok, ez a probléma ebben a játékban. Semmi más, hogy ebből már várjunknak. Vicc az. Nem hiszem, mindenki utálja őket, mert én is sok mindenkit utálok, de ez van. Valamikor meg kell békélni ezzel is. Ennyi. Ez egy ilyen játék, gyerekek. Ez Survivor game. Amúgy visszaadja simán a cuccokat visszaadnák, hogyha normálisan tudnának beszélni. Mert nem görények, amúgy visszaadják mindenkinek. Eddig se csinálták ezt, mindenkinek visszaadják, hogyha normálisan közlik, nem az, hogy izé. Vedd be fasz meg ilyenek. Akkor terrorizálják meg ilyenek. Ezek után én is adnám nekik vissza a cuccot. Ezért mentem be Pufiékhoz meg a Dream Teamhez is, mert megfenyegettek. Hogy nem adom vissza, akkor csúnya balig leszek meg ilyenek. Nem tudom, engem sem fenyegetsz. Ezért töltem be hozzájuk. Ennyi.
Azt mondja, hogy írd el nekem. Jó, rendben van. Szervusz. User left your channel. Disconnected. Hát igen, ez viszont igaz. Cím így a rohangáló raideros embereket nem fogják visszaadni a cuccost. És ez így is van rendjén.
Na, kifogyott a szerver. De jó. Fuhú, de csáj el rajta a holoszájt. Az igen.
Jó van. Szerintem a streamer is bőven elég. Főleg a chat után. Hát srácok, akinek tetszett a videó, az tekintsen bele közelebb is, majd megpróbálok valamit alkotni, hogy jobb legyen minden. Köszönöm, hogy néztetek, és hogy segítettek a tesztelésbe. Főleg Barnabásnak és Momnak köszönöm, hogy nézték, és segítettek, hogy akad-e vagy nem akad. Főleg Világ Minecraftnak is köszönöm, hogy így megdicsért, hogy elsőnek jól csinálom. Meg úgy mindenkinek kilátta. Na további jó játékot, vagy pihenést, vagy melózás, vagy aki éppen ahonnan nézi. Sziasztok, jó éjszakát!